Közbizalom, közbeszéd, felelősség címmel. Megadom a szót, parancsoljon képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt jelen nem lévő Fidesz és KDNP frakciók, akik miatt ma sem lehet parlamenti ülést tartani. A Magyar Szocialista Párt álláspontja ebben a kérdésben végig egyenes vonalú és nagyon-nagyon konzekvens volt, mert mindig ugyanazt mondtuk, amióta elfogadták az egypárti választójogi törvényt. Mi azóta azt mondjuk, hogy nem lehet különbséget tenni szavazó és szavazó, nem lehet különbséget tenni szavazat és szavazat között, és nem lehet az egyik félnek az önök kénye kedve szerint a végtelenségig megnehezíteni, a másiknak pedig a végtelenségig megkönnyíteni azt, hogy leadja a szavazatát, ilyen a választójogával. Ez a mai nap, ez nekünk arra alkalmas, hogy azt lássuk, hogy kinek mekkora a távolság a füle és az agya között. Valójában azt még mindig egy kérdőjel, hogy a Fidesz és a KDNP kettős ezzel hogyan áll. Ezt ma nem tudjuk meg valószínűleg. Viszont nem ez a mai napnak a legnagyobb baja. Én úgy gondolom, hogy ma a kormánypárti szónokok, azok bűvész mutatványra kell, hogy készüljenek. Azt is mondhatnánk, mint Rodolfo, vigyázzanak, mert csalok. Önök azt fogják mondani, hogy az ellenzék el akarja lehetetleníteni a népszavazást. Ezzel fognak, igen, olvastuk az újságot. Ezzel fognak majd érvelni, hogy mi akarjuk ellehetetleníteni ezt a népszavazási kezdeményezést, és ezt önök nem tehetik hitelesen. Hol voltak önök idén, február 23-án? Akkor, amikor a Magyar Szocialista Párt egy népszavazási kezdeményezéssel bement az MVI-be, mert el akartuk töröltetni a vasárnapi zárvatartást, és tele volt kopaszokkal az MVI. Hol voltak akkor önök? Mit nem tettek róla? Napokon belül kiderültek a személyi összefonódások. Önök mit tettek? Feljelentést tettek? Fölemelték a szavukat? Legalább egy belső vizsgálatot elindítottak az ellen, a Páfi Ilona ellen, aki elküldte az intézkedni oda menő rendőröket? Nem. Páfi Ilona élő egyenes adásban mondta el, hogy ő küldte el a rendőröket, mert nem szerette volna, ha ott rendőri intézkedés történik. Ez előfordul. Így működik ez, államtitkár úr? Jó, hogy itt van az igazságügyminisztériumban. Elküldi, hogy nehogy a rendőr intézkedjen. Hát államtitkár úr, ez egy nagyon-nagyon rossz ajánlat, ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, és önök mit tettek? Pontosan elmondom, össze tudom foglalni, semmit. Lapítottak a gazban addig, amíg haza nem jött Orbán Viktor, aztán azt összehúzta a szemöldökét, önök meg sajnálkoztak, és nagyjából egészében ennyi történt. Hát önök, mi tőlünk, ne óvják a népképviseleti demokráciának a legfontosabb intézményét, a népszavazást. Önök mi tőlünk, önöknek semmilyen fajta félnivalójuk nincs. Csak mindenkinek legyen ugyanolyan szavazati joga. Ugyanolyan könnyen tudja leadni. Önök akarják megvédeni Magyarországot, meg Európát. Hát önök az MV-nek a bejáratát, meg az előcsarnokát nem tudták megvédeni. Ott volt egy kupac kopasz, és önök nem csináltak semmit. Valószínűleg egyébként arról lehet szó, hogy önök nem is akarták. Önöknek ez semmilyen fajta szándékában nem áll. Önök azt nem kínálják, hogy Magyarországon lehessen élni a demokratikus jogokkal. Tudják, mit kínálnak maguk? Kopaszokat. Meg szlogeneket. Meg félelmet. Rengeteg félelmet. Ettől nem lesz erős Magyarország. Ettől nem lesz erős Európa. Önöktől nem lesz erős Magyarország. Tudják maguk, kitől lesz erős Magyarország? Azoktól, akik mindezek dacára. Annak dacára, hogy látják az önök korrupcióban lubickoló összes hibás, rossz döntését. Annak dacára még mindig ezért az országért dolgoznak. Az egészségügyben, az oktatásban, az üzemekben, a közigazgatásban. Még akkor is dolgoznak, hogyha látják, hogy nem az dönt ma valakinek a sikerességéről, hogy mennyire szorgalmas, mennyire rátermett, mennyire okos, mekkora a bátorsága, hanem az, hogy a kedves vezetőnek a mutatója éppen kire mutat rá, és a földből nőnek ki mészárosok, spéderek, simicskák, garancsik, endivajnák. Ezt látják a magyarok, és ennek dacára itt maradnak és dolgoznak. Dolgoznak, mert európaiak és Európában akarnak maradni. Mi őket képviseljük, és az ő érdekük az, hogy Európában maradjunk. Mi ezért mondjuk azt, hogy aki otthon marad,
az Európában marad. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár úr válaszol az elhangzottakra.